Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is szeptember 13-án. A hold. A mai napon a Pónárvassú holdházban található. Ez a holdház Sirius hatása alatt áll. Sirius az egy csillag, mégpedig a legfényesebb csillag az égen, olyan, mint egy gyémánt. Ez a csillag, Sirius, a nagy kutya csillagképpen található. A hold átveszi az energiáját, és közli velünk, továbbítja számunkra. Mi érezzük ma Sirius energiáját. Kell, hogy hasson ránk, legyen kisugárzásunk. És ha így van, akkor mások észrevesznek bennünket. Az is lehet, hogy kapunk egy dicséretet. A mai napon a hold egy úgynevezett opozíción kapcsolatban áll egy visszatekintő Plutó bolygóval. Ez olyan, mint egy tükör, vagy olyan, mint egy mérleg. Bele kell nézni ebbe a tükörbe, és kell a belső egyensúly. Mégpedig, ha így középen vagyunk, ne túl sokat, ne túl keveset. Itt érzelmekről van szó, és a Plutó energiánál testi kapcsolatokra, vagy valamit, amit le kellene, hogy zárjunk, valamitől vagy valakitől el kellene búcsúzni, és érezni ezt a szabadság érzetét, végre fellélegezni, hogy nemet tudtunk mondani, így érezzük is a belső erőnket, és így jobban alakulnak a dolgok. Van szerencsénk is, lehetőségek, de a mai napon minden úgy megáll. Miért? Mert Jupiter a mai napon megállt, és így megállnak az események. Különösen akkor, ha igazságról, vagy igazságtalanságokról, vagy egy bírósági ügyről van szó. Holnaptól változik az irány. Megváltozik valami, és előre mennek az események. Jupiter bolygó megváltoztatja az irányt, előre tekint, és ez érezhető lesz. Mivel a mai napon Jupiter bolygó megáll, mi is megállunk egy pillanatra, és oda tekintünk, hogy melyik holdházban található. Mi az, ami jelen pillanatban fontos, hogy oda nézzünk. Jupiter bolygó a mai napon a Purva Sáda holdházban található, és az azt jelenti, ami valamit kívánunk, ha vágyaink vannak. Ha ez nem sikerül, akkor ez betegít bennünket. Nem érezzük jól magunkat. És kell itt egy változás. Az, hogy a vágyaink, az álmaink beteljesüljenek. Amit mi tehetünk, hogy hiszünk ebben. És Jupiter segítségével megvannak a lehetőségek arra, hogy a vágyaink, az álmaink beteljesüljenek. És ez volt a mai felvételem, mi szó is szeptember 13-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!